Lezajlott az októberben érkező Call of Duty Modern Warfare PS4 exkluzív alfatesztje, mi pedig természetesen rögtön fejest ugrottunk bele. Az új kódból hosszú idő után kimarad a zombi mód, helyette visszatér a korábbi részekből ismerős és közkedvelt kópra kihegyezett Spec Ops. Ezen szemlélet mentén egy új többjátékos lehetőség is érkezik, ez pedig a 2v2-es küzdelmekre kihegyezett Gunfight, melyet 5 pályán nyüstölhettünk akár egy barátunkkal összeállva. Egyelőre kizárólag a Gunfight játékmód két alternatíváját lehetett elindítani, szóval messze menő következtetéseket azért még nem sikerült levonnunk, de azért jól szórakoztunk a 2v2 elleni pörgős küzdelmek alatt. Ezek lényege, hogy előre leosztott és győzelmenként véletlenszerűen változó fegyverarzenállal kell likvidálni az ellenfél két harcosát. Amelyik csapatnak ezt hamarabb sikerül 6-szor véghez vinni, az nyer. Ha valamelyik duó esetleg nagyon bekempelné magát és állóháború alakulna ki, akkor egy idő után megjelenik egy úgynevezett overtime flag a pályán, melyet aktiválva megnyeri az adott csapat a kört. A Gunfightnak van egy alternatív módja is, amelyben mindenki puszta kézzel indul, a pálya különböző pontjain elszórt fegyverek, illetve a gránátféléket pedig bárki szabadon felveheti. Ezeknek a leosztása sajnos gyakran ismétlődik, azaz sok esetben ugyanazt az eszközt találjuk a szokott helyeken, ami azért eléggé repetitívvé teszi így a fordulókat, de ezt egyelőre betudjuk az alfa verzió hibájának. Nagyon élveztük a gyors pörgős meccseket, amik már a bétában is 5 különböző pályán zajlottak. A meccsek gyorsasága miatt ezekből a parányi küzdőterekből sokkal-sokkal többre lesz szükség a végleges verzióban, ha a fejlesztők nem akarják, hogy a játékosok idejekorán ráunjanak a Gunfightra. Úgy 15-20 darab ilyen miniterepel már pont ki tudnánk egyezni, ezeken az arénaszerű pályákon is kapunk szintkülönbségeket, magaslati pontokat, na meg sok fedezéket és mindenféle tereptárgyakat, hogy feldobják a küzdelmeket. Szerintünk a dzsungeles és a kikötős pálya volt a leghangulatosabb. Vicces, hogy pont ezeken sikerült a leggyengébb meccseket produkálni. Mondjuk az is hozzájárult a rossz teljesítményhez, hogy a csapattárs kilépett, és sajnos ilyenkor a rendszer nem csinál semmit az égvilágon. Még csak nem is keres a hiányos oldalra új bakát, hanem olyankor egyedül mehetünk a két ellenfélre, ami mondanunk sem kell, hogy igen nehéz, ha a másik csapat némi taktikát is alkalmaz. Az alapvető játékmenet is változott az előző Call of Duty epizódhoz képest, ami főként a gameplaynél érhető tetten, ugyanis a fegyvereknek sokkal érezhetőbb súlya van. Minden lövés után olyanokat rúg a fegyver, hogy már a kontrollert próbáltuk jobban leszorítani a látottaktól. Állítólag a fejlesztők maguk is kipróbálták ezeket a gyilkoló eszközöket, és saját tapasztalatok alapján változtattak az élményen. Szerencsére kimondottan a játék előnyére. Megmaradt a Black Ops-ból ismerős futásból becsúszás, falon ugrálni viszont továbbra sem lehet, viszont bejött egy teljesen új játékmechanika, a fegyverek kitámasztása. Ha éppen célzunk és így kerülünk egy sarok vagy tereptárgy közvetlen közelébe, akkor az R3-mal oda támaszthatjuk a fegyvert az adott felületre, amivel szépen kibújhatunk mellőle, mögüle, ezzel jócskán csökkentve a visszarugást is. Hasznos újdonság, örömmel fogadjuk. Ezzel együtt, mintha a gránátok dobálása is ergonomikusabbá vált volna, lefelé célozva például alulról gurítja előre az adott robbanóeszközt a karakterünk, mely mozdulatra nem emlékszünk régebbi epizódokból. Az életerő ezúttal sem töltődik vissza magától, sőt, ha jobban megsérülünk, akkor egy fekete-fehér szűrőt is kap a képernyő, ami kissé zavaró is volt így elsőre. Persze a felvehető injekciókkal visszagyógyulhatunk, de ebben a játékmódban a másodlagos kütyüként felvehető flashbang, vagy éppen a dobókés sokkal hasznosabb eszköznek bizonyult. A grafikától ismét nem estünk hanyat, ennél sokkal látványosabb játékok vannak a piacon, ráadásul továbbra sem rombolhatóak a tereptárgyak, és így 2019-ben már kimondottan gagyi, amikor 5 egymáson heverő gumiabroncs megvéd a kézigránát robbanásától, vagy egy rakétavetőtől. Ideje lenne ezzel is kezdeni valamit. Minden esetre a játékmenet, illetve a visszatérő egyjátékos kampány és a kooperatív élményekre kihegyezett Spec Ops mód miatt már most nagyon izgatottak vagyunk, és egy baráttal játszva ez a Gunfight is kimondottan addiktív mókának ígérkezik. Köszönjük szépen a figyelmet, ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!